Nekem ez az első társulatom, így az egyetem után én tavaly végeztem Horváth Csaba osztályában, ilyen fizikai színházi koreográfus szakon, tehát fizikai színész vagyok. Több képviselője van Magyarországon, én ugye Horváth Csaba által ismertem meg, és a Forte társulat által, amikor Debrecenben voltam az Adi Endre gimnáziumban, ott láttam először az ő előadásukat, a nagy füzetet, és akkor ez teljesen letaglózott, hogy hogy lehet összekötni a prózai színházat és a mozgást ennyire gyönyörűen, ennyire kifejezően, hogy lehet egy ilyen fúziót csinálni, ez elkezdett nagyon izgatni akkor, és én prózai színész szakra akartam menni, de amikor ezt megláttam, és mivel néptáncoltam előtte egy 10 évet, úgy gondoltam, hogy ez nekem nagyon fog segíteni abban, hogy kifejezem is, mozgás által is kifejezem magam. Nagyon sokszor improvizálunk abból, amit éppen érzünk színészileg. Tehát, hogy megvan a szöveg, mondjuk is a prózai szöveget, de közben a mozgás egy kifejezésmód több asszociációt behoz, és én ezt szeretem benne a legjobban, mert nagyon-nagyon szeretek mozogni, nagyon szeretek játszani, és ezt a kettőt fúzionálni rendkívül nagy távlatokat ad. Nagyon-nagyon izgalmas karakter. Amikor én olvastam, még gyerekként, akkor éreztem, hogy én is szeretnék benne lenni egy ilyen társaságban, egy ilyen csapatban. Nagyon izgalmasnak találtam ezt az egész világot. És mikor a Tibor felhívott, hogy szeretné, hogy átvegyem ezt a szerepet, én nagyon megörültem, mert láttam is ezt az előadást Budapesten a Víg Színházban, ugye a Horváth Csaba csinálta annak a koreográfiáját, úgyhogy elmentünk az osztállyal megnézni, és már akkor izgalmasnak találtam ezt az egészet, hogy van egy ilyen személy, aki nagyon komplex, próbálja összefogni ezt a társaságot, keménykező, de mégis van benne egy olyan érzelmi réteg, egy olyan szál, amilyen egyébként én is vagyok. Az első előadás, amit láttam, az ugye Debrecenben volt, én debreceni vagyok, és akkor a Pán Pétert játszották. Nekem már az egy ilyen nagy varázslat volt, hogy repülnek. De az első szerepállam, ami megfogalmazódott bennem, akkor már szerintem olyan 7-es lehettem, és a Padlást játszották egy szabadtéri színpadon, és akkor mondtam, Jézusom, a lámpár szerepét, a törpe szerepét én nagyon-nagyon szívesen eljátszanám. Akkor ez volt az első ilyen. Főként a komolyabb szerepeket szeretem. Ha van egy olyan szerep, ami elmegy a legmélyebb pokolból egészen a katarzisig, azokat nagyon szeretem, mert sok mindent átélhetek, sok mindent játszhatok, ami bennem van. Az az érdekes, hogy megtalálnak a komédiával, és nagyon szeretek is viccelődni. Többször volt olyan az egyetemen, hogy pontosabban 5-ször, hogy női szereppel találtak meg, és nem csak azért, mert ez egy komikus forrás, hanem mert komolyan belálltam, és érdekelt az például Zsolt és Sándornál volt, hogy a Szerelem árut játszottuk, a Szecsani Juleket, ahol jeleneteknél, több jelenetnél Sentét játszottam, és az nagyon izgalmas volt számomra, hogy tudok férfiként nőt játszani, és hogy tudok úgy férfiként olyan nőt játszani, aki férfit játszik. Itt ebben a színházban lesz még Horváth Csabával a Vízkereszt vagy amit című adás, lesz Nagy Péter Istvánnal, a volt osztálytársammal a Candidban leszek, és a Szerda Takirovszkival a Sirály, és az ugye az Ácsferivel együtt ez a 4 előadás lesz ebben az évadban. Izgatottan várom az itteni munkát, én csapatjátékosnak gondolom magam, úgyhogy, és ahogy körbenéztem itt a társulati ülésen, igen, kedves arcokat láttam, és nagyon mosolyogtak rám, úgyhogy én nagyon várom a közös munkánkat.